Nagyon sokan kérdezték, hogy mit csinálok már ma vasárnap. Ma papír munkátokat végzek, papír dolgozok fel. Na most mit jelent ez? Kaptam a zöldséges boltból papírokat, és szépen lelocsolom, és amikor eláznak, széttépem. És majd ebből lesz feldolgozva a... ebből fog csinálni előgyújtóst. Tehát tört. Tárnyér nagyságúra összetépem a dobozokat. Tehát mert kemények, de most megáztatom őket. Feldolgozásra fognak kerülni. Megáztatom, és utána széttépem őket. Elraktározom. Tárnyér nagyságúra tépem szét, és amikor jön a hideg, begyújtok, ez lesz az előgyújtó. Tehát nem elégetem, hasznosítom ezeket a papírokat, mert ez fából van. Úgyhogy megvan a mai nap is, hogy nem fogok unatkozni. Sokan aggódnak, hogy én mit csinálok, unatkozok. De hogy unatkozok, mindig van valami mit csinálni. Ha éppen nem ezzel kínlódok, füvet locsolok, úgyhogy millió-millió feladatom van. Így is tönkrement a fű nagy része, venni kell fűmagot. Fűmagot kell vennem, mert ottól fekete elég, ahol most locsolok, ott kikapott a fű. A fűnyírás követ, a nyílógép kiszedte, fűnyíró. Millió-millió feladatom van. Rengeteg munkám van. Most nem panaszkodok. Nem érik a paradicsom, azzal is gond van. Mindennel gond a... Nem érik a paradicsom, nagy gond ez. Itt a díszvirágok. A leveleket ráhordom a földre trágyának. Rengeteg gondom, bajom van. Holnap este megyek diplomamunkát, diplomafilm készítésére. Még ilyet sose csináltam. Nem sok pénzt kapok, nem is a pénzért megyek, mert nagyon keveset. 3 doboz cigi árát kapom. De az a helyzet, hogy támogatom a feltörekvő média szakembereket, úgyhogy holnapra ez van betervezve. Holnap éjszaka. Kulcsra is el kellene mennem bizony. Kulcsra is. Hát itt meg van a gyűjteményem. Kaktusz gyűjteményem. A tengerről valók. Jó, be kell áztatni, és akkor szétvesztél fel a dobozok. Hát eső lenne az igazi, de hát nem úgy néz ki, hogy eső legyen. Lehet, hogy az unokákat ráveszem arra, hogy ki tud többet széttépni, ilyen vetélkedőt, hogy fagy lesz a jutalom. Majd meglátjuk, mit találok. Úgyhogy hónap éjszakám diplomamunka, diplomafilm elkészítéséhez fog kötődni.